elrajtolt az SOS gyermekfalu vitorlás bajnokság. 27 önkéntes vitorlás hajó összefogásával, valamint 200 SOS gyermekfaluban felnövő gyermek és fiatal részvételével. Hat intézményünkből jöttek, Batonyáról, Kőszegről, Kecskemétről, Szegedről, Lajosmizséről és egy Sé nevű faluból. Négy éves volt a legfiatalabb, és 18 éves a legidősebb gyerek. Euraquillo Alapítvány lelkes önkéntesei voltak, olyan aranyosak, és felajánlották, hogy az SOS Gyermekfalu versenyen is segítségünkre lesznek mindenféle tüneményes gyerekprogramokkal. Miért pont Vápni szerettél volna lenni? Csak úgy. Pillangó. Pillangó? És miért akartál pillangó lenni? Azért, mert szép. Hogy tetszett a vitorlázás? Jól. Mi tetszett benne? Az, hogy így eldőlt a hajó. Azt csinálták az apával, hogy így húzták. Aztán húzta a hajó az apát, ilyen köteltettek ki, és azt mondták, hogy ne az apukának ne essen le a gatyája. Az idén ez egy nagyon élvezetes pályaverseny volt. A gyermekek a Balaton legszebb hajóin élhették át a vitorlázás izgalmait. Többek között rajthoz állt a Soponyai Géza által épített Infinity is. Kész alag óta gyakorlatilag minden versenyen részt veszünk, és igyekszünk jól teljesíteni. Idei kékszalagon 39-nek futottunk be úgy, hogy előtte való napokban készült el a hajó, és állt össze a csapat. És ugye, ahogy a Sopi is mondta, azóta amatőr versenyeken, profi versenyeken mindenhol töretlenül megyünk. Sopinak kb. 3 másodpercig tartott engem megfűteni, hogy jöjjünk teljes tűzerővel, és hogy egy ilyen nemes ügy mellé álljunk közösen. Nehéz volna azt mondani, hogy a hajó nem olyan, mint elképzeltük. Pontosan olyan. Nagyon-nagyon jó, nagyon élvezzük. Még tanuljuk egy kicsit, mert végül is egy teljesen új modell, de nagyon jó teljesítménnyel bír, és hát egyre jobban és egyre előrébb tudunk kerülni vele, aminek nagyon örülünk. Egy nagyon jól működő nautikosztályt már sikerült létrehozni, ami évek óta gyönyörű szépen muzsikál. És ez most a nagy nautik lesz, és itt is az osztály létrehozása a cél, ezen munkálkodunk. Célunk, hogy a nagyon jól sikerült önálló rendezésű nautik országos bajnokságok után, illetve mellett jövőre már a Nautic 370-esnek flotta bajnokságot fogunk rendezni ennek a rendezvény keretein belül. Hány hajó van most eddig? Jelenleg 3, és már épül a negyedik. Verseny abszolút ideális körülmények között zajlott. Felhőtlen, szintiszta kék ég, gyönyörű zöld Balaton és a legideálisabb 2-3-as déli szélben. Aki utolsónak teljesített a távot, az 1 óra 18 perc alatt teljesített, az első pedig 53 perc alatt. Az első hajó, az abszolút első, a Fark, illetve a Litkei Farkas, a 10-szeres kékszalag győztes a Black Magic-kel, második lett a Soponyai Géza az Infinity-vel, utána jött a Nemere, és utána a többi szebbnél szebb hajó és a lelkesebbnél lelkesebb gyerekekkel, boldogabbnál boldogabb gyerekekkel és felnőttekkel.
Ez egy óriási nagy élmény, és hát nagyon köszönjük mindenkinek, aki ezt lehetővé teszi, hogy ezt az örömet megosztották velünk, mert a vitorlázás ez egy nagyon különleges élmény. Az SOS gyermekfaluból érkező gyermekek felejthetetlen vitorlás élményekkel búcsúztak az idei vitorlás versenytől.